Na hát, sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Ez itt a Sport Marketing Talks-nak egy extra adása. Ugyanis itt ül mellettem Nagy Ákos súlyemelő világbajnok, akivel a mai adásban a súlyemelő sportágról húzódó gazdaság és marketing és kérdésekről fogunk beszélgetni. Ákosra azt kell tudni, hogy ő a legutóbbi magyar férfi súlyemelő világbajnok, és többször indult már a világ legerősebb verseny erősember sorozatban, és eddig kétszer indult már az Arnold Classics nevű erősember sorozatban is, ugye? Egyszer Dél-Afrikában, és legutóbb pedig Hongkongba sikerült kvalifikálni magadat. Most az első kérdésem az lenne, Ákos, hogy mesélj egy kicsit, milyen élmény volt részt venni egy ilyen színvonalú hatalmas eseményen is találkozni személyesen Arnolddal. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Nagyon nagy élmény találkozni Arnold Schwarzenegger, ugye én is rajta nőttem fel, és a szobám és a régi edzőtermünk fala az gyakorlatilag az ő feszengős kanapában is Terminátor posztereivel volt kitapétázva. De az, hogy élőben egy ekkora sztárra találkozott az ember, azon nem mindennapi. Ez nekem idén rövid időből kétszer is megadatott. Túl azon, hogy nyilván egy nagyon komoly erőpróba volt, de nagyon nagy élmény volt. Na, és Ákos, mit lehet elmondani általánosságban, akár itthon magyar viszonylatban, akár nemzetközi szinten, hogy mennyire népszerű ez a súlyemelő sportág? Az olimpiai súlyemelésről beszélünk, akkor azt gondolom, mint szabadidős vagy közösségi sport egyre népszerűbb, és megkockáztam az elmúlt 30 évben nem volt ilyen népszerű, mint manapság, de elsősorban a funkcionális edzésirányzatoknak, kimondottan a crossfitnek köszönhetően azt gondolom. És itt ketté bontanám, hogy beszélünk egyszer közösségi vagy szabadidős sportról, hogy beszélünk olimpiai súlyemelésről, mint versenysportról, sajnos az utóbbiról ez nem mondható el. Ha csak azt mondom, Magyarországon több mint 500 igazolt súlyemelő van, és gyakorlatilag a marketing vonatkozása az nulla a magyar súlyemelésnek, kizárólag állami pénzek felszívásából él, akkor gyakorlatilag nem beszéltünk a versenysport súlyemelésnek marketing erejéről. Mm-hmm. Igen, az látható, hogy a különböző sportmédium, sportcsatornák is nagyon ritkán vagy szinte soha nem tűzik képernyőre élve ezeket a súlyemelő versenyeket, olyan mi lehet ennek azok, hogy nem szeretik őket időben közvetíteni, hanem inkább csak egy ismétléseként összevágásra elmutatják be őket. Hát ugye az olimpián is egyszer magyar súlyemelőnk volt Nagy Péter személyében, és most már a harmadik olimpiánk volt, ahol egy magyar versenyző tudott mindössze kvalifikálni. Hiányoznak a sztárjai. Az elmúlt 12 év gyakorlatilag eredményességét tekintve nullára jutott a sportág, ez nyilván rányomja a bélyegét erre is. Ugye ha az olimpiát nézzük élőben, abban, amikor egy magyar versenyző volt az egyszem, akkor éppen tornát közvetített a magyar tévé, ahol ráadásul pont nem volt magyar érdekeltség, úgyhogy ez is nagyon izgalmas volt. De az elmúlt 10 évben a még magyar bajnokság sem, az év legfontosabb hazai versenye, nem kerül még csak említés szintjén sem bele a telesportba. Ez a mi időnkben annak idején 15-20 évvel ezelőtt más volt, akkor általában egy órás összefoglalat azért leadtak. Én azt gondolom elsősorban ez lobby tevékenység kérdése, másodszorban pedig kapcsolatrendszeré. Erre a szövetség abszolút nem fektet hangsúlyt, egyszerűen ez a marketing része kimarad, nem fontos számukra. Aha, beszéltünk arról korábban, és említettük, hogy te most már inkább az erős ember sportágban versenyzel. Mennyire eladható ez az erős ember sportág a súlyemeléshez képest, akár mondjuk így a média szempontból is? Hát teljesen más a két dolog. Ugye a súlyemelésben viszonylag korlátozottak a lehetőség és felületek, hiszen magát a versenyt azt egy olimpiai rúgdal űzik nagyon kötött szabályrendszer szerint. Kizárólag amit itt értékesíteni lehet felületet, az szinte a dobogó háta mögött lévő fal felület, illetve bizonyos reklámbetétek. Az erős ember sport pedig azért is nagyon speciális, mert valahol még mindig határmenzséje a szórakoztatóiparnak és a professzionális sportnak, és itt magával közvetlenül az eszközökben is meg tudnak jelenni akár a támogatók, szponzorok. Mondom csak egy kamionhúzás versenyszámra, mondjuk egy fuvarozó vagy egy logisztikával foglalkozó szponzornak egy nagyon jó megjelenési lehetőség, vagy akár mondjuk egy olajcég, mi is rendeztünk versenyeket. Ahol például maga az olajos hordók voltak betonnal bent, és ezt cipeltük. Tehát be tudunk csempészni új marketing üzenetet, nagyon hatékony, és nagyon elérést tudunk biztosítani, szinte akár, hogy ez a sporteszköz. Úgyhogy ez elég egyedi lehetőség. Mi is emeltünk Magyarországon taxikat, nyomtunk fejfelé burgonyás zsákokat, és mindenféle dolgot. Nem beszélve arra, hogy az erős ember versenyek lokációi helyiszínén is olyan kiemelt nevezetességű turisztikai helyszínek, mint például Magyarország legnagyobb élményfürdője, ami még közvetlenül meg tud jelenni. Ezek, és ennek a végtermék egy tévéműsor, akár a World Strongest Man-é, akár ezeké a nagyobb nemzetközi versenyeké, ami pedig a nézőket nagyon érdekli. Csak azt mondom, hogy a 2012-es Budapesti Giants Live-unknak 2012-ben Forma 1 után a második legnézettebb magyarországi sportesemény volt. 96 országban sugározta péntek este felsőben az Eurosport, és ezen kívül pedig 16 egyéb európai ország tévécsatornája
tűztömisorra. Szerintem mi kellene az, hogy esetleg a súlyabb is ilyen hasonló szinten eladható legyen? Tehát milyen mondjuk márképítési, akár ilyen marketing kommunikációs aktivitások, hogy hasonló színvonalra és image-re lehessen őket emelni? Egyrészt tárok kellenének, akikre felnézhetnek a fiatalok, másrészt a teljes sportági image újra kellene építeni. Ha ma kimegyünk itt az utcára és megkérdezzük a szülőket, hogy ki az, aki jó szívvel lehozna a gyerekét súlyt emelni, akkor azt gondolom 100 szülőből 98-nak eszébe sem jutna. Ugye óriási verseny van a sportágak, labdajátékok, tau sportágak között, az akadémiák, judo, birkózás, több 10 000 gyereket mozgat a körvívó akadémiák. Súlyemelés ezzel szemben ilyen nem rendelkezik. Van mindössze pár klub, 30, közel 40 egyesület, ennek az egyharmadának nincs 10 versenyzője, és tényleg az edzők átlag életkora valahol 60 év környékén van. Nincsen Facebook elérése, hát olyan eszközöket nem használ a sportág, mert azt gondolom 21. században elengedhetetlen. És ezt szerinted kinek kellene a felelősség? Magának a szervezetnek gyakorlatilag központilag kinirányítani, vagy akár minden sportolónak érzenek a felelőssége, vagy akár a saját mondjuk online közösségi média csatornáikat használva bemutassák ennek a sportágnak a pozitív oldalát? Én azt gondolom is, a kettőt nem választanám szét, hiszen az, hogy van egy szervezeten, egy államilag dotált közpénzből finanszírozott szervezete egy sportágnak, azt gondolom nekik ez triviális érdekük és ez első számú feladatuk lenne. Az más kérdés, hogy ez a szellemi tők és tudás nincsen meg, de azt gondolom mindenkinek, aki ebben a sportágban érintett, és itt az érintettséget nem csak az attérlet, hogy a szövetség egészében belül dolgozik, hanem a szövetségen kívül is szereti és él, hal ezért a sportágért, vagy éppen dolgozik benne. Mindannyiunknak kötelessége népszerűsíteni, jobbá szebbé tenni ezt a súlyemelés alkotott képet. Igen, mert ugye többen azt mondják, hogy nagyon sokszor olvashatjuk pontosabban azt, hogy a doping indította el a lejtőn ezt a sportágat. Szerinted mit lehet ezzel nem tenni hosszú távon? Hogyan lehet bebizonyítani azt, hogy nyilván ez a sportág nem egy doping sportág, tehát hogy ne ezzel azonosítsák az emberek? Így van, a doping ártotta talán a legtöbbet a magyar súlyemelés és a súlyemelés megítélésének. Csak abból indulunk, hogy a 2004-es olimpián volt 3 pozitív esetünk, többek között egy ezüstérmet is elvesztettünk. Azóta gyakorlatilag nullára íródott a sportág. Akkor ez bizonyítja azt, hogy mennyire igaz az a tézis, hogy a doping tönkretette a súlyemelést. Én azt gondolom, hogy mai magyar súlyemelés abszolút tiszta egyébként, és ezt újra lehetne éleszteni, újra is kell éleszteni, sokkal nehezebb úton. El kell kezdenünk az alapoktól, tömegesíteni kell, elkérünk, hogy legyen 3-4 000 gyerek, nyíljanak új klubok, új egyesületek, új bázisok, úgyhogy ez rengeteg munkával, de biztos, hogy meg lehetne csinálni. Beszéltünk korábban arról, hogy a crossfit, meg az egyre növekvő outdoor saját testős edzés lehetőség nagyon népszerűek manapság. Ezek esetleg lehetnek hatással magára a súlyemelő sportág népszerűségére? Hogyne, hát megnézzük, hogy elpillan a legeredményesebb női súlyemelőnk, Jung Beáta, hogy egy crossfit versenyző, crossfitterből lett súlyemelő az elmúlt években, úgyhogy van átjárás több sporták között, de azt mondom, hogy Márton Anita, aki olimpiai bronzérmes súlylökésben az elmúlt években magyar bajnok volt súlyemelésben is. A súlyemelés tényleg egy nagyon univerzális sportág, és az a tézis, amit mi egy mozgalmunkban mindenki súlytömeg néven hirdetünk, az nem légből kapott, hiszen csak Kozák Danutát említem, hogy tud szakítani lökni, korábban elég rendszeresen edzett velünk még egy régi edzőtermünkben, és az olimpiai, az atléták, minden olyan sportág, olimpiai sportág, de nem olimpiai, ahol fizikális erőnek szerepe van, bizonyos fokig alkalmazza a súlyemelés mozgásanyagát, pláne ahol a gyorsaságnak, a dinamikának, a gyors erőnek szerepe van. Triviális dolog. Ez megint egy fájó pont például, hogy a testnevelés egyetemen, a testnevelő képzésben 0 óra súlyemelés oktatás szerepel. Ezzel szemben Nyugat-Európában nincs olyan labdarúgó akadémia vagy fociklub, ahol lenne súlyemelő terem. Úgyhogy ezek nagyon érdekes dolgok, mennyire másképp működünk. Ebben is rengeteg tennivalónk van. Az, hogy versenysúlyemelés és szabadidős súlyemelés, ez két külön dolog, ami is kapcsolódik egymáshoz, de mindenképpen hatása van az olimpiai súlyemelésre. Miért idejöttem, megnéztem a Facebook oldalát, a Magyar Kőszakmai Facebook oldalát, és láttam, hogy ott különböző nagyon kreatív gerilla aktivitásokról veszel részt, többek között embereket emelsz a fejed fel a Sziget Fesztiválon, vagy akár mindenki súlytömelő programban is részt vettél, amit ti is csináltok, de szerint ez az ilyen nagyon kreatív gerilla az emberekhez közelhozó aktivitásoknak szerepe van abban, hogy növekedjen akár a sportág népszerűsége, ezeknek milyen hatásuk lehet rá? Én hiszem, hogy igen. Tehát ha jó üzenetet tudunk egyszerű módon lefordítani az emberek számára, már pedig az, hogy nem nehéz vigyázni minden napokban a környezetre, ez abszolút kapcsolatos súlyemeléshez, és én mindig nagyon szívesen csatlakoztam ilyen jó kezdeményezésekhez, és ez így lesz jövőben is. Úgyhogy én hiszem, hogy ennek is van értelme, és van létjogosultsága. Hát reméljük, hogy valami hasonló elindul a súlyemelő sportág keretében is, és sikerül belőle akár
márkát is építeni. Hát Ákos, én köszönöm szépen neked, itt voltál velünk, és beszélgettél a témáról. Köszönjük nektek is, hogy itt voltatok velünk, és figyeltetek minket, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!